Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zéló vagyok, főbb témai néhány mondatban. Polgármesteri biztos neveznének ki, havi több mint 1 millióért, ezt a pécsi jobboldal nem támogatja. Munkavállalás nyugdíjazás után más adószabályok vonatkoznak az idősekre. Körbe táncolták a tavat a szeniorok, elindult a Balokány Liget ünnepség sorozata. Megnyitotta új évadát a Pécsi Nemzeti Színház, új bemutatók, társulati tagok, kitüntetett művészek. Polgármesteri biztost akar kinevezni a Pécsi Önkormányzat Péterfi Attila polgármester mellé. A sporttanácsadó havi 1,1 millió forint fizetést vehetne fel érte. Ezt a gyors intézkedést a város még az október 1-je előtt felálló új közgyűlés előtt akarja megszavaztatni. Ezt a jobboldal nem támogatja. Felháborítónak tartja a pécsi Fidesz frakció, hogy a közgyűlést megkerülve választana a baloldali városvezetés polgármesteri biztost. Ez a Pécsi Önkormányzat Költségvetési és Gazdasági Bizottság szerdai nyílt ülésén szerepelt az előterjesztésekben. Barkóczi Csaba, polgári oldal önkormányzati képviselője nem támogatta az elképzelést. Nekünk az a véleményünk és az a meglátásunk, hogy végtelenül arcátlan az a dolog, hogy a jelenlegi egy hónap múlva leköszönő közgyűlés, a következő közgyűlés megkerülve, tehát a megválasztott közgyűlést, új közgyűlést megkerülve, most egy hónappal az új közgyűlésnek a felállása előtt, tulajdonképpen másfél évre havi 1,1 millió forintos bruttó bérért megbíz egy tanácsadót olyan tevékenységek végzésére, hogy sportügyekben a polgármestert majd az elkövetkező másfél évben tanácsokkal lássa el, és olyan projektekkel kell indokolják ezt a döntést, amelyeket sikerprojektként próbálnak meg eladni, mint például a városi akvapark vagy stadion ügye, amik az elmúlt 5 évben nem, hogy előre nem mozdultak, hanem inkább hátrafelé történtek mozgások ezekben a történetekben. Tehát tulajdonképpen polgármester úr az ígéretektől az ígéretekig jutott el ezeknek a kérdéseknek a vonatkozásában. Az akvapark kapcsán a baloldal a sportlobista mellett azzal érvelt, hogy a helyszín kiválasztásában segít majd, tette hozzá Barkóczi Csaba. Amire azt mondtam, hogy nem, ez főépítési kompetencia, és ez valóban így is van. Ugyanakkor később aztán pont azzal érveltek, hogy a főépítésznek már ebben nem lesz szerepe, hiszen a helyszín megvan, de akkor felvetődik a kérdés, hogy előtte miért azzal érveltek, hogy szükség van emiatt a helyszín kiválasztás miatt egy sportlobistára. Tehát látszik, hogy teljesen zavaros az egész, itt tulajdonképpen egy olyan személynek a megbízásáról van szó, ki ezer szállal kötődik a Magyar Szocialista Párthoz, ugye Török Ottó Budapesten egy időben az MSZP polgármester jelöltje is volt, illetve önkormányzati képviselőjelöltje, és ilyen szempontból tulajdonképpen őt akarják még itt másfél esztendeig a pécsi adófizetők pénzéből honorálni. Ezt a pécsi Fidesz frakció nem támogatja, hangsúlyozta Barkóczi Csaba, önkormányzati képviselő. Nyugdíj és munkavállalás, vagy éppen vállalkozás indítása, sokan választják inkább az aktivitást a pihenés helyett. Azonban az ellátásban részesülő idősekre más adózási szabályok vonatkoznak, amik kedvezőbbek az aktív korú munkavállalókénál. A NAV baranyai sajtóreferense beszélt a részletekről. Nyugdíjasok ezeken a felvételeken, azonban nem mindenki választja közülük a megérdemelt pihenést az ellátás mellett. Sokan gondolják úgy, hogy aktívak maradnak és munkát vállalnak idősebb éveikben is. Rájuk más adózási szabályok vonatkoznak, mint a korhatárt el nem ért társaikra, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. A nyugdíjkorhatárt, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve az özvegyi nyugdíjas, hogyha egyéni vagy társas vállalkozóként vagy őstermelőként dolgozik, akkor kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül adózási szempontból. Ez azt jelenti, hogyha ezek az adózók munkát vállalnak, akkor mivel a nyugdíjas már nem biztosított, nem kell TB-járulékot fizetni, hanem csak 15%-os személyi jövedelemadót. Nyugdíjas vállalkozó nem lehet katás vállalkozó, erre oda kell figyelni. A nyugdíj, a megváltozott munkaképességűek ellátásai, rokkantsági ellátása, rehabilitációs ellátás, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járadóság, a személyi jövedelemadó szempontjából nyugdíjnak, vagyis adómentes juttatásnak számítanak, mondja a sajtóreferens. Abban az esetben, hogyha
egyéb adózóról van szó, akik szintén nyugdíjasok már, őrájuk is vonatkoznak ezek a kedvező szabályok, tehát hogyha egy nyugdíjas munkát vállal, akár munkaviszonyban, akár megbízási szerződéssel, akkor nem kell TB-járulékot fizetni, tehát a 18,5% megfizetése alól mentesül, viszont személyi jövedelemadót kell fizetni, és erről a jövedelméről bevallást is kell majd benyújtania. A TB járulék mellett a szociális hozzájárulási adót sem kell megfizetniük. Kivételt jelent az osztalék alaputáni szochó, amit az adófizetési felső határig kell megfizetni. További információkat a NAV elérhetőségein, illetve az ügyfélszolgálatokon kaphatnak az érdeklődők. Rövid híreink következnek. Letartóztatták az augusztus 24-én elkövetett gyilkosság gyanúsítottját. Az intézkedést a Pécsi Járásbíróságon végezték el augusztus 28-án, írja a Bama. Az online lap videófelvételt is készített erről. A szombat hajnali tűzesetben érintett Zsolnai Vilmos utcában található ingatlanból a tűzoltók egy elhunytat hoztak ki. Mint kiderült, a halott férfi a ház tulajdonosa, akin a vizsgálat során testi sértés nyomait is felfedezték. A 94 éves idős úr fejetért sérülést, borda, hátsontörést is elszenvedett, valamint a nyakán erős folytogatás nyomaira is bukkantak. A gyilkossággal gyanúsított 34 éves pécsi lakost 26-án fogták el a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság emberei egy összehangolt adatgyűjtés eredményeképpen. Az óvendel hajlékáló szolgáló ingatlanban olyan tárgyakat találtak, amelyek az elhunyt ingóságai voltak, valamint olyan ruházatot lábbelit, amelyen vérgyanús szennyeződést fedeztek fel. A gyanúsított nem élt panasszal, viszont vallomást nem tett. Jövőre már 50 éves lesz a jelenleg is hatályban lévő KRESZ. A szakértők ezért évek óta változást sürgetnek, írja a Pécs Aktuál. Úgy tűnik, hogy végre belátható közelségbe került a modern közlekedési szabályozás, már zajlik a kormány egyeztetése a szakmai szervezetekkel. A változtatásra azért is szükség van, mert a közlekedők közül egyre többen nem tartják be a szabályokat, sokak életét veszélyeztetve. Balokány 50, ezzel az elnevezéssel indul rendezvénysorozat a Pécsi Balokány Liget jubileuma alkalmából. A területet működtető egyesület sokféle rendezvénnyel, előadással, eseménnyel ünnepli az évfordulót. Elsőként az idősebb korosztály aktív tagjait várták a Balokány tóhoz, hogy egy együtt töltött nappal tegyék még emlékezetesebbé a helyszínt. Szenior örömtáncosok a pécsi Balokány tó körül. Rendszeresen járnak ide, de most egy ünnepség sorozathoz csatlakoztak ezzel a koreográfiával. A keddi táncórákat így szoktuk megtartani. Az egyik táncóra után egy kicsit ott félrevonultunk, söröztünk, kávéztunk, jött Erzsike, és említette, hogy az épület 50. jubileumi rendezvény, illetve jubileumi ünnepségét, hogy meg kellene tartani, és hogy hát valamit találjunk ki. Mondom, nagyon jó, a tavat körbe táncoljuk. Ehhez érkeztek Pécsen kívül Sásdról, Pécsváradról táncos csoportok, hogy a sétányon végig bemutathassák a lépéseket. Először csak táncról volt szó, de utána úgy gondoltuk, hogy mivel én az életet az éveknek, Országos Nyugdíjas Szövetség, Baranya Vármegye mozgás nagykövete vagyok. Azt gondoltam, hogy az idős embereket nem csak a tánccal, hanem a gyaloglással, egyéb más sportággal ki kellene próbálni, most itt volna lehetőségünk. És így indult az ötlet, és akkor jött a Nordic Walking, akkor most ott azon a részen, ott a lépcsőnél, ott van a senior torna. Így többféle mozgásformát megmutattak az időseknek, mert a testi aktivitás, köztük a senior tánc fontos ebben az életkorban, mert testileg, lelkileg és szociálisan is segít, mondja a táncoktató. A Balokány 50 rendezvénysorozat egy hosszabb időszakot ölel fel, mondja a Ligetet működtető egyesület alelnöke. 1974-ben tervezte Oltai Péter az épületet. Felvettem én vele a kapcsolatot, mondtam, hogy számíthat arra, hogy meghívásban lesz része. Igazándiból nem tudom, hogy a szakmai program mikor indul, valamikor októberre tervezzük, de hát erről majd időben
értesítjük önöket is. Ez a Balokány 50 tulajdonképpen egy több éves rendezvénysorozat lesz, mert ugye idén a tervezés 50, 3 év múlva megépítették, és 1 évvel később pedig, hogy megépült a színpad. Tehát nekünk van ünnepelni azt hiszem most legalább egy 4-5 évünk. A tó körbe táncolása a rendezvény sorozat része, mondja Báthori Erzsébet. A mai program pedig egyik rendezvénye ennek az 50-esnek. Ugye hát ők is túl vannak az 50-en, Marikával pedig kitaláltuk azt, hogy táncoljuk már körbe a tavat. Ilyen még úgysem volt, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy olyan rendezvényeket tervezünk, amik különösek, amik nem voltak. Pont azért, hogy olyan célcsoportokat szólítsunk meg, akik vagy ide jártak, vagy pedig nem jártak ide, vagy pedig rendszeres vendégeink. A programon mintegy 200 táncos vett részt. Őket a mozgás programok után zsíros kenyérrel várták a szervezők. Elindult az új évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Az egyetemi borbirtok adta a helyszínt és a finom nedűt. A színház munkatársai kellemes hangulatban töltötték az új évad nyitóját. Új bemutatók, új társulati tagok, kitüntetett művészek, munkatársak várják a színház szerető közönséget az új évadban is. A megújult Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet Szent Miklóshegyi kísérleti telep rendezvényháza adott otthont a Pécsi Nemzeti Színház idei évadnyitójának. A sajtó képviselőnek tartott tájékoztatón bemutatták az új társulati tagokat is, köztük a székesfehérvári Gombó Viola Lotti színművészt, aki az idei évadtól erősíti a Pécsi Teátrum társulatát. Budapesten végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen 2021-ben, a Pelső Ciréka és Rába Roland osztályában, prózai szakon, és gyakorlatom voltam a Katona József Színházban Budapesten, illetve az Orlai Produkciós Iroda csapatát erősítettem viszonylag sok időn keresztül, illetve Centrál Színházban is játszottam, több filmben is előfordultam, például a Becsúszó Szerelem című filmet, film egyik főszerepeit játszottam, és úgy kerültem Pécsre, hogy hallottam, hogy van egy üresedés itt a színházban, és megkerestük egymást a Slevennel, illetve a Zsolttal. Ők csináltak egy ilyen meghallgatást, és akkor végül is így szerződtem a társulatba. 3 darabban is szerepel az idei évadban, az Ankonai Szerelmesek 2, a Hős Tenor és a Koldus Opera című produkciókban. Az évadnyitó Lipit Zsolt színházigazgató többek között köszöntötte Stubende Katalin színművészt, aki magyar ezüst érdemkeresztet vehetett át, és Vidákovics Szlávent, aki a magyar arany érdemkereszt kitüntetésben részesült augusztus 20-án. A színházigazgató az idei évad újdonságairól beszélt. Természetesen igyekszünk mindig különlegességekkel szolgálni. Örülök, ha ezt a kedves nézők is így gondolják, hogy vannak különlegességek, és észreveszik ezeket. Ebben az évadban 3, de tulajdonképpen 4 ősbemutatónk is lesz. Az ősbemutató ugye azt jelenti, hogy még sohasemhol senki nem játszotta ezeket a darabokat. Nagyon nagy örömünkre és nagy megtiszteltetés, hogy például Hály János külön a mi felkérésünkre írt egy színdarabot Délvidék címmel, kifejezetten a Pécsi Nemzeti Színház számára. Ez az egyik bemutatónk. Nem sorolom el az összeset, hiszen megtalálható minden online platformon. Nagyon bízom abban, hogy sikerül minimum ugyanazt a sikert elérnünk, ami a tavalyi évadban volt. Ugyanúgy sokszínű repertoárral készülünk, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. 12 bemutatóval készülnek az évadban. A színészekre nagyon koncentráltak. Ebből 6 nagyszínházi, ennyire futja az időből, hogy ezeket ki is tudjuk játszani, és most ebben az évadban is törekedtünk arra, hogy a művészeink is nagyon, nagyon jó és színes szerepekben tudjanak tündökölni. Nagyon nehéz feladat mindent úgy összehangolni, hogy mindenkinek mindig minden klappoljon, de azt gondolom, és nagyon bizakodó vagyok, hogy ebben az évadban ez jól sikerült ebben az évadban is. Vidákovics Szláven művészeti vezető elmondta, minden műfajban a színvonalra kell törekedni. Gulyás Dénes operaigazgató egy rendkívül zenei produkciót említett. A Hazám Hazám című opera beavató ősbemutatóról beszélt, mely a Pécsi Nemzeti
Nemzeti Színház fennállásának 130. ünnepi évadát vezetné fel, mely 2025-ben lesz aktuális. A Pécsi Nemzeti Színház koprodukciós partnere a Pécsi Balett képviseletében Urik Teodóra ügyvezető tájékoztatott az évad közös munkáiról. Közeleg a 18. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. Erről Vince Balázs művészeti vezető alapító igazgató beszélt. A fesztivál szeptember 12-én indul útjára Pécsen. A 2024-25-ös évad elindult, a próbák elkezdődtek a Pécsi Nemzeti Színházban. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Kifejezetten sikeres volt a pótfelvételi, több mint 17 ezeren adták be jelentkezésüket a magyar egyetemekre és főiskolákra. A felvételizők 65%-a nemzetgazdasági munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott. Ide tartoznak többek közt a műszaki, az agrár és a természettudományos szakok, valamint a pedagógus képzés. Az idei pótfelvételi eljárásban a pedagógus képzés lett az aranyérmes, erre a területre több mint 4700-an adták be a jelentkezésüket, messze meghaladva a rendre legtöbbeket vonzó gazdaságtudományi képzéseket. A pótfelvételizők 44%-a állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. A jelentkező kétharmada alapképzésre szeretne bekerülni, 15%-uk pedig mesterképzésre felvételizett. A ponthatárokat augusztus 29-én állapítják meg, a pótfelvételin sikeres leendő hallgatók így szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat a választott szakon. Szeptember 2-ától változik a pécsi buszok menetrendje. A Tükebusz ZRT hétfőtől több járatot indít, újra közlekednek az iskolai és a gyors járatok is. Az őszi menetrend az oktatási intézményekben kezdődő nevelési munkához igazodva szeptember 2-án hétfőn kezdődik, és tervezetten június 20-áig tart. A jövő héten induló menetrend célja a stabil, kiszámítható és pontos autóbusz közlekedési szolgáltatás Pécs közigazgatási területén, valamint a nyári időszakhoz képest megnövekedő utazási igények kiszolgálása. A társaság arra kéri utasait, hogy a szeptember 2-ától érvényes menetrenddel kapcsolatban előzetesen feltétlenül tájékozódjanak a járatok új indulási időpontjáról, amely megkönnyíti a munkába és iskolába történő időbeni eljutást. A régió híreivel folytatjuk. Nem ürült ki a Balaton augusztus 20-a után sem, bár lényegesen kevesebben utaznak a tóhoz, mint a főszezonban, még mindig vannak, akik egy napot, vagy akár 2-3 éjszakát is eltöltenek a tóparti településeken. A szakemberek azt mondják, idén is népszerű volt a Balaton a turisták körében. Ez elsősorban a szolgáltatások bővülésének és a tartós hűségnek köszönhető. Zsúfolásig megteltek a strandok a Balatonnál júliusban és augusztusban is. A tartós hőség miatt sokan menekültek a tóhoz hűsölni. A tapasztalat szerint a csütörtöktől vasárnapig terjedő időszakok voltak a legerősebbek. Biztosak vagyunk benne, hogy az idei év rekordokat fog dönteni. Kivételesen kegyes hozzánk az időjárás. Az idei nyárban szinte minden nap gyönyörű volt az időjárás, és ennek köszönhetően a Balaton vízhőmérséklete 27 fok most is, és itt árnyékban is közel 30 fok van. Nagyon-nagyon sokan jönnek hozzánk, és a vízparti nyaralásnál azt gondolom nyáron nem is lehet Magyarországon jobb helyet találni, mint a Balaton. Kiegészítő desztinációként szerepel a Balaton a hazai turizmusban, mondja ennek a Zamárdi szállodának a kommunikációs vezetője. Kis Anna Mária szerint a Covid után a külföldi utazások kerültek előtérbe, és a Balaton csak másodlagos kikapcsolódási lehetőség a családok számára. Alapvetően kettő részre kell elkülöníteni a vendégeknek a foglalási szokásait. Ugye vannak azok a vendégek, akik egy hosszabb, tehát 6-7 éjszakás nyaralást terveznek a Balatonra. Jellemzően nem csak ketten, hanem az egész család, ami azt jelenti, hogy több generációs együtt utazik. Ők alapvetően április-májusban foglalnak, hogy mindenkinek ugye az időpont legyen, és akkor vannak a rövidebb tartózkodási időszakra foglalók, jellemzően 2-3 maximum 4 fő, akik 2-3 éjszakára foglalnak, és ők pedig a jellemzően az időjárás függvényében, mondhatjuk úgy, hogy a érkezés előtt egy hétben foglalnak.
Nem ürült ki a Balaton augusztus 20-a után sem, bár lényegesen kevesebben utaznak a tóhoz, mint a főszezonban, még mindig vannak, akik egy-egy napot, vagy akár 2-3 éjszakát is eltöltenek a tóparti településeken. Az őszi foglalások is megindultak már. Alapvetően azt látjuk, hogy a két hét, az érkezés előtti két hét az, ami jellemző a foglalás. Tehát zömében akkor generálódnak a foglalások az időpontokra. Nagyon-nagyon fog függni az őszi foglaltságoknak a mennyisége az időjárástól. Itt szeptember úgy látszik, így az előrejelzések szempontjából nagyon elkényeztet minket, és 30 fok feletti hőmérséklet is lesz, ahogy látjuk, úgyhogy biztos ez pozitívan hat. És nyilván a következő időszak, ami biztos, hogy kiemelten fontos lesz a Balaton számára, az az őszi szünet, tehát október vége, november eleje. A szakemberek szerint az őszi szezonban a programturizmus adja a Balaton vonzerejét. Szüreti fesztiválok, családi matinék és kulturális programok egyaránt megtalálhatóak a tó körül. Már napok óta panaszkodnak a szekszárdiak, rendkívül büdös szag terjed az egész városban. Erről lehetett olvasni beszámolókat a közösségi médiában. A kommentelők csak találgatták a kellemetlen szag okát, melyet a város felső részén és a központban is érezni lehetett. Szekszárdiakat kérdeztünk. A Botjánhegy és környékén miért van trágyaszag? Tette fel a kérdést az egyik szekszárdi közösségi média csoport tagja augusztus 26-án hétfőn. A bejegyzésre több száz hozzászólás érkezett. Voltak, akik a szennyvíztelepre gyanakodtak. Az egyik kommentelő azt írta, a szennyvíztelepről viszik ki ilyenkor az átalakított rágyát a földekre, és amíg nem szántják be és terítve van a földeken, addig bűzleni fog. A témával kapcsolatban kérdeztük a szekszárdiak tapasztalatait, először a város felső részén, a Botjánhegy közelében. Igen, kimentem ebbe az épületbe lakom itt, és az erkélyről lehetett érezni, hogy olyan, valami nem stimmel. Ez tegnap volt? Tegnap. És mit gondol, hogy mi lehetett az? Hát hogy... valamit égettek, vagy valamilyen. Nem tudom. Mi is napok óta panaszkodunk, és tapasztaljuk, hogy rettenetes bűz van, tehát valami trágyaszagnak gondoljuk, de hogy honnan jön, nyilván akkor, amikor a szél erre fújja felénk, ez nagyon-nagyon... csavarja az órunkat, tehát ez nem egy jó dolog így. Fönt lakom a Vagpottyán utcába, este nem lehet az ablakokat kinyitni, hát olyan bűz van. És mit gondol, hogy mi lehet az? Hát szerintem a szennyvíztárolótól jön, vagy valahonnan a sertés telepről, nem tudom, hogy itt a környéken hol van sertés telep, de valahonnan jön, az tény. A helyiek szerint a bűz nem csak a város felső részén, hanem a központban is érezhető volt. Tegnap délutántól kezdve és 9 óráig, fél 10-ig borzasztó bűz volt. Szagolgattuk, hogy mi lehet, hát nem állatbűz volt, rájöttünk. Tehát nem trágyaszag, valami egyéb ganyérszag volt. Nem tudjuk, hogy pontosan mi, de nem tudtunk szellőztetni. Már én elmondom őszintén, hogy törölközővel az orromon, arcomon így néztem a tévét este. Nem vagyok egy finnyás természetű, de nagyon kellemetlen volt fiatalember. Egy futárként dolgozó fiatal is hasonló tapasztalatokról számolt be. A kollégákkal beszélgettük az utunk során, hogy különböző címekre mentünk, és mindenkinek hány ingere volt már a szaktól, és egyszerűen nem tudtunk normálisan dolgozni, és haza kellett menni, mert nem tudtunk illenni. És szerintem, ha tényleg ilyen a probléma, én azt mondom, hogy ezt mint mezőgazdasági technikus, ha tényleg sertés vagy marhatrágyat engedtek ki a földekre, azt azonnal bele kellett volna dolgozni. Tehát hagyták, hogy ott legyen, igye be a föld, ez nem történt meg szárazságban, ezért lehetett ez a probléma. A témával kapcsolatban e-mailben kerestük az Erőv Vízi Közmű Zrt-t, arról érdeklődve, hogy a szakhoz van-e bármi közük, és ha van, akkor pontosan milyen formában. Kérdésünkre adásunkig nem válaszoltak. Hamarosan kinyílnak az iskolák kapui, kezdődik az új tanév. A nyári szünetet követően sok gyermek számára nehéz lehet az újrakezdés, az elsősök számára a beilleszkedés. A témával kapcsolatban Vecsei Tündét, szekszárdi klinikai gyermekpszichológust kérdeztük. Az iskola kezdés sok családban aktuális minden év szeptemberében. Ez nem csak a diákokat érinti, hanem a szülőket is, legyen szó kicsi vagy éppen nagy gyermekről. Pozitív, illetve negatív irányban befolyásolhatja az érintetteket az iskola kezdés. Lehet egy kicsit pozitív stressz, mert hogy így várom azt az iskolát, akár egy nagy csoportos, hogy végre nagy lány leszek, nagy fiú leszek, és hogy egy ilyen nagyon pozitív élménnyel várom az iskolát.
Ezt egy viszonylag egészséges és pozitív stressznek mondjuk, ami nyilván átmeneti és el is múlhat. Aztán beszélhetünk negatív stresszről, amikor mondjuk már úgy várja a gyerek az iskolát, hogy hú, mi fog történni, és ott nagyon jónak kell lenni, nagyon kell figyelni, és tanulni kell, és ez már egy kicsit negatív stressz. A stressz az egy átmeneti reakció, ami könnyen csaphat át szorongásba. Ennek testi tünetei is jelentkeznek hasfájás, hasmenés, étványtalanság formájában. Viszont lehet ennek egy hosszantartó folyamata is, ami akár szociális fóbiához is vezethet. A gyerekeket az alkalmazkodást pszichésen meg tudja viselni. Fontos, hogy a szülő hogyan tudja kezelni ezt a szituációt. Vagy támogatja a gyermeknek a stresszel való megküzdését, vagy pedig megnehezíti a gyereknek a helyzetét, és felerősödik a gyerekben lévő stressz. Most az, hogy a szülő ugye mitől stresszel, azt talán mindenki átéli, akinek gyereke van. Tehát tudjuk, hogy egy óriási anyagi teher a családoknak a számára, és ilyenkor kezdődik a rohanás, hogy jaj, minden meglegyen, futok a papírboltba, csomagoló papírért, mi kell, olló kell, hurkapálcika kell, melyik évfolyamos gyereknek, éppen mi az aktualitás, és hogy valóban ez az egész családot megviselő stresszhelyzet. A gyerekek a hosszadalmas nyári szünet után általában nehezebben tudnak visszaülni a tanulópadba, mivel a napi rutin kötetlenebb volt a nyáron, mint az iskolai napok során. Azt szoktuk mondani szakemberként, hogy úgy augusztus elejétől szépen lassan érdemes a gyerekeket felkészíteni arra, hogy jön az iskola kezdés, és hogy valahogy visszaálljanak majd abba a rendszerbe, ami meghatározza a hétköznapokat. És ebben nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy a gyerek mikor fekszik. Ugye nagyon sokat beszélünk a média használatról, az internetről, a telefonos játékokról, és sajnos az a tapasztalat, hogy itt éjszakákban menőkig hajlamosak a gyerekek játszani, és aztán valahogy nem tudják, mikor van reggel. A baráti társaság kialakítása is fontos az iskolai években. Külön probléma nagyon sokszor a beilleszkedési zavarral küzdő gyerekeknek a problematikája, akik egyrészt nagyon sok negatív hatás éri őket az intézménybe. Ez részben azért, mert hogy sokat fegyelmezik őket a pedagógusok, és azt érzik, hogy nagyon sok negatív visszajelzést kapnak, ami így az én képüket negatívan minősíti. És nagyon sokszor szoktunk erre kitérni, hogy fontos a fegyelmezés, és igenis nagyon fontos irányt mutatni a gyerekek számára. Nagyon fontos az őszinte kommunikáció a gyermek és szülei között. De nagyon jó az, amikor például a reggelit csomagolják a szülők, és azt mondja a szülő, hogy mondjuk teszek bele egy picike kis ajándékot oda az uzsonnás tasakba, vagy a tolltartóba. És ez lehet egy olyan icipicike kis tárgy, ami a szülőre emlékezteti a gyereket, és amikor kinyitja, akkor mégiscsak az, hogy otthon szeretnek engem, én tartozom valahova, számíthatok a szüleimre, mellettem állnak, akár iskolában vagyok, akár nem. Az odafigyelés és kellő felkészítés az iskolai tanévkezdésre elengedhetetlen. Híradunk végén Baranyai témáig még egyszer röviden. Polgármesteri biztos neveznének ki, havi több mint 1 millióért, ezt a pécsi jobboldal nem támogatja. Munkavállalás nyugdíjazás után más adószabályok vonatkoznak az idősekre. Körbe táncolták a tavat a szeniorok, elindult a Balokány Liget ünnepség sorozata. Megnyitotta új évadát a Pécsi Nemzeti Színház, új bemutatók, társulati tagok, kitüntetett művészek. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elő átmenetileg zápor, esetleg gyenge zivatar. Az északnyugati tájak kivételével többfelé élénk marad az északkeleti szél. Délután 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!